Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban folytatjuk azt a sorozatot, amelyet megkezdtünk, és a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház orvosait szólítjuk meg. Mai vendégem Izbégi Ferenc, professzor, oktatási és tudományos orvos igazgató helyettes. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok én is mindenkinek, köszönöm a meghívást. Professzor úr útja, azt gondolom, hogy példa arra, hogy mi mindent lehet elérni, ha valaki tudatosan és természetesen tehetséggel teszi a dolgát az elindulástól kezdve. No, de hogy milyen volt az indulás, az fontos kérdés. És ez általában a középiskolában már eldől, hogy valaki milyen szinten választ magának hivatást, és mit tesz azért, hogy ezt elérje. Önnél ez hogy történt? Hát én azt gondolom, hogy én a szerencse fia vagyok, és tulajdonképpen nagyon jó mestereim voltak. Ugyanakkor az indulás az nem volt annyira egyértelmű. Én nem tudom elmondani magamról, hogy már az óvodában is orvos akartam lenni. Én középiskolás éveimben még a matematika meg a fizika iránt érdeklődtem, és így választottam irányt és felvételiztem a Szegedre, a József Attila Tudományi Egyetemre. Előtte ugye egy év katonaság volt, amiről így utólag azt gondolom, hogy szintén a javamat meg a szerencséimet szolgálta, és aztán ott alakult ki bennem az, hogy én mégiscsak orvos szeretnék lenni, vagy orvos akarok lenni, a betegeket akarom gyógyítani, és akkor újra felvételiztem a Szegedi Tudományi Egyetemre, és hát az egyetemi éveim alatt szintén sok minden érdekelt, és bekapcsolódtam az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységébe is, és akkor a Korrelettani Intézetben Kovács Gábor professzor mellett dolgoztam, és ő is egy nagyon kiváló mesterem volt, és a későbbi sorsomat, gondolkodásomat azt gondolom, hogy nagy mértékben formálta. De aztán az egyetem végén mégis azt gondoltam, hogy nem a tudományos pálya felé, hanem inkább a gyógyítás irányába szeretnék menni, és kerestem állást. És hát megint ugye a szerencse, a jó sorsom vezényelt Székesfehérvárra, és kerültem Google Árpád főorvos osztályára, ami hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen egész életemet alapvetően meghatározta onnantól kezdve. Ugye az egyetemi évekről általában, amikor a professzorokról esik szó, akkor mindenki legendákról beszél. Ugye a 80-as évek elejét írtuk. Melyek voltak, egy professzort említett, de kik voltak azok, akiktől meg lehetett tanulni mindazt, ami aztán elkíséri a máig? Volt több professzor, aki azt gondolom, hogy a gondolkodásomat alapvetően meghatározta. Ormos professzor volt, aki a Korbonsznam professzora volt, és az ő viszonya a világhoz, a betegségekhez, az számomra példamutató volt. De igazából a gyógyítás iránti elköteleződésem, meg a szakmaválasztás tekintetében azt gondolom, hogy Barovince professzor volt, aki meghatározó volt, és akinek hatására valójában a belgyógyászatot választotta, mint szakirányt. Ugye 1986-ban végzett, előtte azonban 1985-ben Bázelbe vitte a tehetsége, az elkötelezettsége, hiszen az Orvos Egyetem Hematológiai Intézetében tölthetett el egy időt. Mit lehetett megtanulni? Hiszen még a rendszerváltás előtt voltunk, és bármennyire is sikeres volt a magyar orvostudomány előtte is, és azután is, azért Svájc egy kicsit más.
Igen, abszolút egy más környezet volt, és tényleg nagyon, nagyon szerettem ott azt látni, hogy mennyiben különbözik a magyarországi lehetőségektől. Az egy nagyon különleges hely volt, és talán azt tetszett legjobban, hogy én egy kis orvostalhallgatóként rögtön hasznos tagjává kellett, hogy váljak annak a csapatnak. Engem ott addig ütöttek, vertek, amíg használható emberré nem váltam, addig, amíg a perifériás vérkenetek, meg a csontvelőből vett minták értékelésében olyan gyakorlatot nem szereztem, hogy akkor én ott beálljak, és nap mint nap ezeket a mintákat értékeljem, és hát persze természetesen minden nap megnézték, hogy én akkor milyen munkát végzek, megbízható már a fölkészültségem vagy sem. Tehát ez az oktatási folyamat, amiben nekem ott részem volt, az nagyon mély benyomást tett rám, és biztos, hogy a oktatás és képzés iránti elköteleződésembe, de ennek kihatása volt. Körülbelül 5-6 évvel voltunk a Kuhárére kezdete óta, amikor megérkezett belgyógyász gyakornokként Székesfehérvárra. Mi az, amit elsajátított? Hiszen nyilván akkor már tudta, hogy szakirányt választ, hiszen ugye 91-ben volt a belgyógyászati szakvizsgája, de ez az 5 év mégiscsak fontos a szakvizsga előtt. Abszolút meghatározó, és egy nagyon-nagyon pozitív környezetben voltam. Az orvostudomány, akárhogy is nézzük, egy gyakorlati tudomány. És a tapasztalatot megszerezni egy oktató környezetben lehet. És Gógul Árpád az oktató környezet, amit ő itt Székesfehérváron létrehozott, azt gondolom, hogy nagyon jó volt egy fiatal orvos számára, és egy biztonságos környezet volt a tapasztalat megszerzésére, legalábbis egy kezdeti tapasztalat megszerzésére. És a másik, ami azt gondolom, hogy az én pályámat ez idő alatt meghatározta, hogy ő a tudományos tevékenységet is fontosnak gondolta, és igenis elvárás volt az ő osztályán, hogy tudományos tevékenységet folytassunk, hogy adatokat elemezzünk, hogy ezeket aztán tudományos konferenciákon bemutassuk, és ez ugye elsősorban a kezdeti időszakban inkább csak a hazai konferenciákon. Én szerencsém volt, hogy nyelvtudással, nyelvismerettel, angol, német nyelven hát elég jól tudtam, és így külföldi konferenciákra is eljuthattam azokkal az anyagokkal, amit itt csináltunk, és hát azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek aztán az én későbbi pályámat alapvetően meghatározták, hiszen viszonylag fiatalon ismerté váltam a szakmai berkekben Magyarországon. Ugye a belgyógyász szakvizsgája után 1991-et írtunk, jött 3 olyan esztendő, ami nagyon-nagyon fontos a szakmai pályafutásában. Az első nyilvánvaló, hogy egy kutatói ösztöndíj Németországban, Mainzban, az egy kivételes lehetőség egy fiatal orvosnak, egy fiatal szakorvosnak. Mit tapasztalt, mit lehetett megtanulni, amit aztán később hasznosíthatott itthon? Ami nekem akkor az érdeklődésemben volt, az a májbetegségek és a májbetegségek következtében kialakuló zsigeri vérkeringési zavarok, és ennek a vizsgálati lehetőségei, az ultrahangos vizsgálati lehetőség. Én ennek elsajátítására mentem Mainzba, Meyer zum Büschenfelde professzornak az osztályára, aki
világhíresség volt abban az időszakban, és a munkatársai is mind világhírű emberek voltak. Én közvetlenül Martin Staritz munkatársa voltam, és vele volt szerencsém együtt dolgozni. Ami azt gondolom, hogy a számomra legnagyobb tapasztalat az volt, hogy egy feladat érdekében együttműködni. Mindig szoktam mondani most a fiatalabb kollégáimnak is, hogy Meyer zum Büschenfelde, volt ott két világhírű kiválóság. A szakma legmagasabb szintű újságaiban közöltek, de személyesen nem jöttek ki egymással. És Büschenfelde professzor azt mondta nekik, hogy amíg nálam, az én osztályomon dolgoztok, addig együttműködtök ennek a feladatnak a megoldására, és abban a pillanatban, amikor az derül ki, hogy ezt a feladatot azért nem oldottátok meg, mert ti ketten nem tudtok együtt dolgozni, mind a ketten elmehettek innen. Akármilyen világhírű emberek vagytok is. Tanulságos történt. Abszolút mindenképpen. Tanulságos dolog. Mára vonatkoztatva, és azt így hiszem, van, hogy szükség lenne ilyesmire. Így van. És a következő esztendő is hozott egy kutatói ösztöndíjat önnek, akkor már Bernbe ment Svájcba, a farmakológiai intézetbe. Ez megint egy lépcső. Mert ahogy nézem a pályafutását, azokat a lépcsőket, amelyek egy magyar tehetséges magyar orvos számára elérhetőek voltak, azt sikerült meglépnie mindig. Igen, hát ez is a szerencse, meg hát természetesen Google Árpádnak a támogatása. Ő úgy gondolta, hogy azok a fiatal emberek, akik hát ambícióval, meg tehetséggel, meg talán, ugye akkor abban az időszakban a nyelvismeret az egy eléggé különleges dolog volt, és én ugye akkor angol nyelven, meg német nyelven viszonylag jól tudtam, és hát ez lehetőséget biztosított, hogy így akkor Svájcba is eljutottam, ez még mindig a máj betegségekkel kapcsolatos dolog volt, és hát ott is azt gondolom, hogy egy sikeres időszak volt. Annak az időszaknak a munkája már egy komoly közleményt is eredményezett, ami hát a későbbi karrieremet szintén jelentősen befolyásolta. Talán az azt követő időszakban, már amikor hazajöttem, és azokat az ismereteket itt hasznosítottuk, abból olyan szintű munkát tudtunk összeállítani, amit aztán a gasztroenterológiai világkongresszuson elfogadtak, és én akkor ilyen fiatal résztvevőként lehettem ott, és a bemutatott anyag az amerikai gasztroenterológiai újság főszerkesztőjének, Eamon Quigley-nek az érdeklődését felkeltette, és oda jött hozzám, és akkor kérdezte, hogy hát a májbetegségeknek meg a májkeringési zavarai azok miként hatnak a tápcsatorna működésére, a motilitásnak nevezette ez a perisztaltikus tevékenységre. És hát mondtam, hogy hát ezt én sajnos nem tudom, erre szerintem nem nagyon van adat, és akkor azt mondta, hogy hát akkor fiatal barátom, foglalkozzon ezzel a témával. És amikor hazajöttem, akkor mondtam Google Árpádnak, hogy mit mondott a Quigley, és azt mondta, hogy hát akkor indulj neki. És így is történt. Hazajövünk rövidesen, de előbb elmegyünk Amerikába. Ugyanakkor hadd kérdezzem meg, hogy ezek az utak a szakmai értékrendjét mennyiben határozták meg? Azt gondolom, hogy olyan tapasztalatokra tehettem szert, ami alapvetően meghatározta az én szakmai értékeimet, és azóta is
ezeket a gondolatokat képviselem. És akkor most Amerika, 1994-et írtunk. Amerika más, mindenben más. Orvoslásban is, hiszen három fantasztikus intézménybe látogathatott el. Igen, hát ez volt ez az említett esemény, amikor ilyen fiatal magyar kutatóként vehettem részt ezen a gasztróvilágkongresszuson, és akkor valóban ennek része volt az is, hogy csúcsintézményekben, amerikai csúcsintézményekben tehettünk látogatást, ami elképesztő élmény volt, de a magyarországi jövő vonatkozásában ez elképzelhetetlen lehetőségeket jelentett. Tehát jó volt betekinteni, hogy mi lesz majd a jövő, mi a jövő, ott már a jövő elérkezett akkor, és hogy ez Magyarországon lesznek-e ezek a lehetőségek, azt elképzelni sem tudtam. Viszont nagyon fontos pillanat volt a gasztroenterológiai szakvizsga. Miért választotta ezt a szakirányt? Hát igazából már azzal, hogy én májbetegségekkel kezdtem el foglalkozni, aztán a zsigeri keringéssel foglalkoztam, ez úgy valójában az meghatározta a sorsomat, hogy akkor én gasztroenterológus leszek, a tápcsatorna megbetegedéseivel foglalkozom, és akkor már az osztálynak is volt egy ilyen határozott iránya a májbetegségek vonatkozásában. Akkor Gervai Judit, aki ennek egy nagyon prominens képviselője lett, és ő is abból a csapatból nőtte ki magát országos, sőt, hát talán nemzetközileg is elismert hepatológussá. Nos, jön az új évezred, előtte azonban ugye adjunktus volt már, amikor az új évezred Szegeden találta. Otthonról hazament? Otthonról? Igen, hát igen, mindig ezt szoktam mondani, hogy Székesfehérváron itthon vagyok, Szegeden meg otthon vagyok, hogyha pedig Szegeden vagyok, akkor Szegeden otthon, itthon vagyok, és Székesfehérváron meg otthon vagyok. Valójában ez úgy volt, hogy itt a Google Árpádnak a tevékenysége az egy idő múlva, az ő érdeklődése, tenni akarása, először talán az orvostársadalomért, aztán utána pedig a betegekért, az messze túlnőtte a Székesfehérvári Kórház lehetőségeit, ugye először a kamara elnöke, az orvosi kamara elnöke, majd aztán később ugye egészségügyi miniszter lett, és itt pedig nekem az a lehetőségem adódott, hogy Lonovics professzor hívott Szegedre a belgyógyászati klinikára. Azok a munkák, amiket itt Google Árpád vezetésével végeztünk, hogy akkor ott esetleg folytatódhatnának a klinikán, és hosszas töprengés után végül is úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek és élek a Lonovics professzor meghívásával a Szegedi Tudományegyetemre, ami azt gondolom, hogy 14 év után egy elképesztő érdekes váltás volt az életemben, hogy bekerülni egy olyan akadémiai környezetbe, egy oktató környezetbe, 14 év szakmai rutinnal, tapasztalattal, és találkozni olyan emberekkel, az orvostanhallgatókkal, akiknek azok a dolgok, ami 14 év tapasztalat után az orvostudományban magától értetődő dolgok voltak számukra egyáltalán nem magától értetődőek, és hogy elmagyarázni nekik, megértetni velük a kérdésekre válaszolni úgy, hogy ők ezt értsék, és hogy mondjuk egy gyakorlaton legyen nekik egy aha élményük, ez egyáltalán volt egyszerű. Az én tudásomat, ismereteimet át kellett dimenzionálnom ahhoz, hogy
ennek a feladatnak megfelelhessek. De minden esetre biztos nagy kihívás volt. Óriási nagy kihívás volt, és nagyon izgalmas dolog volt, és az egyetemen is az, hogy angol nyelven jól beszéltem, az aztán később előnyt jelentett, mert akkor kezdődött a külföldi oktatás, a Szegedi Tudomány Egyetemen a idegen nyelvű képzés, és én ebbe bekapcsolódhattam, és az meg megint egy másik óriási kihívás volt, hogy a külföldről érkező, a világ minden tájáról érkező orvostanhallgatóknak tartani gyakorlatot és előadásokat, akik elképesztően heterogén társaságból. Tehát jöttek a nagyon fejletlen területekről, nagyon gyönge alapképzettséggel, és jöttek Amerikából, jöttek New Yorkból, szegény indiai családok, elképesztően tehetséges gyerekei, és akik ugye ott a nagyon drága tuition fee-t nem tudták kifizetni, ezért eljöttek Magyarországra, és gyakorlatot tartani úgy, hogy akkor ő is tanuljon valamit, de ő se érezze magát olyan helyzetben, hogy nem ért az egészből semmit. Szóval ezek nagyon izgalmas feladatok voltak, és ezt abban az időszakban én borzasztóan élveztem. Tehát több mint 10 év klasszikus tudományos háttérrel rendelkező oktatóként döntésre kényszerült. Hogy történt a visszaérkezése Székesfehérvárra? Ugye 2012-ben érkezett meg újra. Hát ugye közben még azért volt az, hogy megint a jó sorsom vezérelve, vagy az a mentén ugye lehetőségem volt, hogy Amerikába, igen, Rochesterbe voltam, ami a Mayo Klinika az orvostudomány mekkája. A gasztroenterológia tekintetében a világ legjobb helye. És hát az is egy meghatározó dolog volt, azt gondolom, az életemben és a szemléletemben, ami talán az, ami ott a napi gyakorlat, a lét, az ottani orvosi lét, az egészségügyi lét, hogy egy város, aminek van 90 ezer lakosa, és abból a 90 ezer lakosból 30 ezer az egészségügyben dolgozik, és mindenki a betegek szolgálatában. És amikor én oda mentem, akkor a Mayo testvéreknek a mondását azt az első napon meg kellett tanulnom, és hogy a betegek, az legelső dolog, ami a mi életünket meghatározza, az a betegeknek az igénye és a betegeknek a szükséglete. És az odáig ment, hogy bárhol mentem a klinikán, mindenütt mindenki köszönt a másiknak. És aztán, amikor a feleségem kijött hozzám egy pár hónap múlva, és hát ott köszöntünk mindenkinek, akkor ilyen sok ember ismer már téged itt. Nem, mondom, itt ez a szokás, hogy köszönnek az emberek egymásnak, és hogyha valaki megáll tétoválni és nézelődik, akkor oda megy és segít, hogy akkor kit tetszik keresni, vagy hova szeretne elmenni. Ez nekem borzasztóan tetszett, és valahogy most is éppen a főigazgató úrnak mondtam egy alkalommal, hogy most, hogy itt vannak a honvédek, ők köszönnek, amikor a kórház udvarán mennek, és alig győzök előre köszönni a honvéd hölgyeknek, mert ők mindig megelőznek a köszönésbe, és ez egy ilyen déjà vu érzésem volt. Igen, hát lehet, hogy visszatér ez az időszak. Sobor tanár úr, áldott emlékű Sobor tanár úr mondta, hogy sétált a kisfiával, és a kisfia kérdezte tőle, hogy papa, te mindenkit ismersz. Miért? Hát mert mindenkinek előre köszönsz. Na jó. Igen.
Tehát akkor megérkeztünk ismét Székesfehérvárra. 2012-ben akkor már egyetemi magántanár volt egyéb iránt. Tehát a szegedi vonal az megmaradt. Igen, hát ugye aztán, ahogy Amerikából hazajöttem, akkor habilitáltam, tehát ugye az egyetem az én tudományos oktatói, meg szakmai tevékenységemet a habilitációm során akkor ugye elismerte, és akkor valóban 2011-ben hát sokféle válaszút előtt álltam megint, és éppen a Székesfehérvári Kórházban osztályvezető főorvost keresett a vezetés, és megkerestek, és akkor megint csak hosszú hezitálás után döntöttem úgy, hogy az a tapasztalat, amit én szereztem a közkórházban, és jelen esetben jelesül itt Székesfehérváron, az egyetemi oktatói tapasztalataim, a külföldi tapasztalataim hol hasznosulhatnak legjobban, az egyetemi akadémiai környezetben, vagy egy közkórházban, ahonnan én tulajdonképpen jöttem, ahová ezt a tapasztalatot visszavihetem, és ahol a vezetésnek olyan komoly ambíciói vannak, hogy ezt a kórházat, ezt a nagy oktatói potenciállal, oktatási potenciállal rendelkező nagy kórházat egyetemi oktatókórházzá szeretnék fejleszteni, és ebben azt gondolom, hogy nagy lehetőségek vannak számomra, vagy nagyobb lehetőségek vannak, és az a tudás talán itt hasznosulhat. Így is történt, hiszen 2014-ben pedig átvette az oktatási és tudományos orvosigazgató helyettes posztját, és elindult az a folyamat, amelynek eredményeként a MÁ-ban már azt mondhatjuk, hogy a Szent György Egyetemi és Oktatókórház valóban az, ahogy azt annak idején, ha úgy tetszik, Kuhár főorvos úr megálmodta, Gógl Árpád és a többiek önnel együtt természetesen. Hol tartunk ma? Hol tartunk ma? Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár, mint egyetemi oktatókórház, kelet, közép-kelet, kelet Európában nagyon egyedülálló pozícióban van az elismertségét tekintve. Rajta vagyunk a térképen. Tudják, hogy hol van Székesfehérvár, ami nyilván ott kezdődött, hogy Székesfehérvár a Pécsi Tudományi Egyetem oktatókórháza lett 2012 őszén, és azt követő évben pedig a Semmelweis Egyetem is elismerte az oktató tevékenységünket, és gyakorló kórházává fogadott be bennünket, és ennek az együttműködésnek során a betegregiszterek és a itt keletkezett nagy mennyiségű adat feldolgozásával és ennek a nemzetközi szintű bemutatásával mentünk előre, és a Pécsi Tudományi Egyetemen létrejött egy Translációs Medicína Intézet, aminek a létrehozója, megálmodója Hegyi Péter professzor, aki fiatal, elképesztő energiákkal rendelkező, világviszonylatban rendkívül elismert személyisége a magyar orvoslásnak, és hát ő hozta ezt létre, és aztán ugye itt Székesfehérváron ennek egy kihelyezett tagozata működik, és ennek az eredménye az, hogy tudnak a világon arról, hogy Székesfehérváron hasnyálmirigy betegségekkel foglalkoznak, és ez ott valamiféle kiválósági centrum, noha ezt a címet jelen pillanatban még nem birtokoljuk. Ugye ez az egyik kicsúcsosodása ennek a történetnek, a másik, ami ugye a közelmúltban történt, hogy a Székesfehérvári Kórház mozgásszervi centrumában szintén egy olyan magas szintű szakmai folyamat zajlik, és egy olyan
oktatási, oktatói környezetben, amit a Pécsi Tudományi Egyetem úgy ismert el, hogy kihelyezett tanszéket hozott létre az ortopédia szakterületén, és ennek a tanszék vezetői professzori pozícióját a mozgásszervi centrum vezetője, Bucsi tanár úr, ugye címzetes egyetemi tanári címmel megkapta ennek a vezetését, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban nyilván, mint ahogy annak idején az oktatói kórházi cím is tulajdonképpen egy cím volt, és hogy ezt mennyire tudjuk megtölteni tartalommal, az akkor kérdés volt, és én azt gondolom, hogy ebben jelentős sikereket értünk el azóta, amit tulajdonképpen megint csak Google Árpád indított el velünk, hogy akkor, ha mi jók vagyunk, akkor látszunk is jónak, ne csak jók legyünk, hanem lássák is azt, hogy mi jók vagyunk, hogy akkor ezt mondjuk el a világnak, hogy mérettessük meg magunkat, legyenek tudományos fokozatok, amiket szerzünk, ugye az ő csapatából hárman lettünk tudományosan, szereztünk tudományos fokozatot, és hát azóta az osztályról ugye többeknek sikerült tudományos fokozatot elérni. Most is ebben az együttműködésben több munkatársam van, aki tudományos fokozatot szerez, és ezt ugye kiterjesztettük egyéb szakterületekre is, a fiatalok, akik ambíciózusak ezen a területen. És a tudományos fokozat megszerzése, én azt gondolom, és ez a transzlációs medicína is a minőséget jelenti. Tehát azokat az adatokat, amikkel dolgozunk, azokat értékeljük, összevetjük a nemzetközi irodalommal, tudunk-e olyan jó eredményeket hozni, mint amit a világban képesek. És én ebben látom a sikereket, és a jövő azt gondolom, hogy most kezdődik, vagy már elkezdődött, és ez jelenti majd a fiatalok számára a kibontakozásnak a legszélesebb körű lehetőségét. Nincs kétségem, hogy ez így lesz, és az eddigieket is minden Székesfehérvár, és azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében köszönöm önnek, önöknek, munkatársainak, orvosoknak, ápolóknak, mindenkinek a Szent György Egyetemi és Oktatókórházból, és köszönöm azt is, hogy megtisztelt. Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Izbéki Ferenc professzor volt, a Szent György Egyetemi Oktatókórház oktatási és tudományos orvosigazgató helyettese. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!